Kedves nézőink! Sok szeretettel üdvözlöm Önöket innen Nádudvar határából. A nyári betakarítás, illetve a nyári szünetet követően visszatér a KIT ZRT szakmai videósorozata. A mai adásunkban az őszévetési növényeknek az agrotechnológiáját fogjuk végigvenni, illetve az ehhez szükséges különböző eszközöket bemutatni. Természetesen már hagyományosan a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó PGR szolgáltatásokról is részletesen szólunk. Kezdjük is el! Első blokkunkban Sojnócki István, technológiai fejlesztési igazgató kollégánk, a kalászos és repcekultúrák agrotechnológiájáról oszt meg velünk gondolatokat. Üdvözlöm kedves nézőinket! A kalászos és a repce termesztés technológiáról fogok egy pár gondot elmondani önöknek. Először a kalászos termesztés technológiáról beszélnék. Az elmúlt évtizedekben a kalászos termesztésünk méltán elért jelentős eredményeket, de sajnos mára sok olyan régi technológiai fogást is tartalmaz, amin már túllépett az idő. Hiszen változik a klímánk, változik a fajta és hibrid portfólió, és ezekhez kapcsolódóan változnak a technológiai lehetőségek. A KIT technológiafejlesztő csapata töretlenül a változó klíma és a kihívásokhoz keresi a legjobb megoldásokat és a legjobb válaszokat, amelyekkel önök sikeresen tudnak egy jó termesztési folyamatot végezvinni. Beszéljünk egy pár ilyen gondolatról a kalászos esetében. A jó kalászos termesztés technológia egy előre elhatározott, jól kialakított tervezési folyamattal indul. Ebben az esetben a gazdaság területéhez, a területeinek a elhelyezkedéséhez, a területeknek a különböző igényeihez választunk technológia folyamatot. Figyelembe vesszük azokat a hatásokat és azokat a gazdaság által nem megváltoztatható tényezőket, mint a talaj szerkezete, mienysége, paraméteri vagy a klíma. A mai termelő az már nagy előnyben van, hiszen rendelkezésére áll a precíziós gazdálkodás eszközrendszere. Például a KITE precíziós szaktanácsadási rendszere ezeket az előbb említett különböző tényezőket figyelembe véve tud önöknek megfelelő technológiai ajánlást, javaslatot nyújtani. A technológia, a kalászos technológia fontos része a tápanyagellátás. Itt is a precíziós eszközrendszer segítségével tudok a megfelelő talajhoz, a megfelelő talaj tápanyagszolgáltató képességéhez, a megfelelő tápanyagszinthez választani, akár differenciáltan, helyspecifikusan tápanyagot. A következő fontos téma a talajművelés. A talajművelést rendszerként kell felfogni a kalászosok esetében is. Tovább kell lépni a régi elavult technológiai felfogásokon. A kalászosok igenis igényelnek egy minőségi talajművelési rendszert. A kalászosok esetében fontos a gyökérzet komfort kialakítása. Ezt olyan alapműveléssel tudom megvalósítani, ami 15-20 cm mély, lazult gyökerek által jól átjárható talajt biztosít. Továbbá fontos tényező az is, hogy olyan talajművelőgépekkel dolgozzak, ami a talajban lévő vízkészletet minél jobban visszatartja, spórolzzal. A vetési időszakára úgy kell kialakítanom a talajomat, hogy az utána egy jó lehetőséget biztosítson az elvetett mag számára. Fontos téma ezeken kívül a vetéstechnológia megvalósítása, hiszen a vetéstechnológiával biztosítom aztán majd az állományomat, a vetéstechnológiával biztosítom a kikeltő számot. A vetéstechnológiának két fontos részemben van. Egyrészt a vetőmag. A vetőmag esetében én itt a vetőmag fizikai paraméterre gondolok. Jó csírázási százalékú, tiszta, jól osztályozott, megfelelő méretű vetőmag. Ez egy nagyon fontos tényező. Ezután pedig a jó vetőgép, ami egy következő és kulcskérdés. Hiszen a vetőgépnek a kalászosok esetében is biztosítani kell az egyenletes maglehelyezést, az egyenletes magtávolságot. Hiszen ezek a tényezők adnak a lehetőséget, hogy az elvetett, a jó szerkezetű talajba került mag gyorsan csírázzon, és robbanásszerűen egyszerre együtt keljen. Ebben az esetben legkisebb csíraveszteséggel, lehetőleg nagyobb
tőszám potenciált tudjuk elérni. És így van arra lehetőségünk, hogy egy jól összealkott későbbi technológiával egy jó eredményt érjünk el kolászos termesztés technológiában. Repcetermesztés. A repcetermesztés egy nagyon különleges technológiai folyamatot igényel, hiszen az elmúlt évek időjárása is azt mutatja és azt támasztja alá, hogy a repcetermesztőnek nagyon körültekintően és nagyon pontosan odafigyelve kell az első megalapozó műveleteket végeznie. Repcetermesztés során a talajművelés kulcskérdés. A talaj miensége, a talajművelés mélysége egyrészt egy alapkérdés. Hiszen a repce gyökérzete 25-30 cm mélyre hatoló gyökérzet. Ehhez kell igazodnunk a talajművelési rendszerünkkel is. Itt van nálam egy gazdabot. Érdemes a talajművelés előtt megvizsgálni a talajt, és olyan talajművelési rendszert választani, ami igazodik majd a leendő növényünkhöz. A másik oldal a talajművelési technológiánk repce esetében az viszont a nedvesség megőrzése, hiszen ez egy augusztus végén vetett növény, ez még nyári időszak. Ebben az időszakban a magyar klímán nagyon csapadékszegény, nagyon száraz körülmények között kell, hogy dolgozzunk. Ebben az esetben körültekintően olyan gépekkel ismételten, ahol kifejezetten vannak olyan technológiai elemek, amik visszazárják a talajt, amik csökkentik a nedvességvesztő felületet, olyan gépekkel kell dolgozni. Kitekintában több ilyen talajművelőgépet tudunk önöknek javasolni, szaktanácsadóink fognak önöknek ilyen termékeket mondani. Miután elkészítettük ezt a jó szerkezetű nedvességőrző talajt, ezután fogjuk elvetni a repcénket. A repce 1-2 mm átmérő magokkal kerül a talajba. Ebben az esetben 3,5-4 cm-es vetési mélységgel dolgozunk. Ilyenkor egy nagyon pontos, nagyon hatékony vetéstechnológiát kell alkalmazzunk, hiszen a repcevetés technológia is kulcskérdés, a tőszám biztosítása kulcskérdés a siker érdekében. Mai adásunk gépes blokkjában három eszközt szeretnénk önöknek bemutatni. Először a John Deere 750A direktvetőgépét, amelyet Kolozsvári István mutat be nekünk. A Kökkerling az európai géppiac egyik specialistája. Elsősorban direktművelési eszközök csökkentett menetszámú műveletekhez kapcsolódó gépeket gyárt. A mai napon a Vitu vetőgépet Bellai Tamás mutatja be. Végül, hogy legyen egy szép erőgépünk is, a John Deere 7R szériát Kowalowski Lajos ismerteti. Üdvözlöm a kedves nézőket! Mellettem a John Deere 750A pneumatikus direkt vetőgépje látható. Ezt fogom egy rövid ismertetőben bemutatni. A vetőgépről az mondható el, hogyha a felépítését nézzük, hogy egy zömök, tömör kialakítású kompakt vetőgépről beszélünk. Mit értek ez alatt? Ugye látszik, hogy közvetlen a vetőegységek fölött helyezkedik el a váz és a magtartály. Ez amiatt is van, mert ugye említettem, direktvetőgépről van szó, a maximális súlyt ki tudjuk használni arra, hogy a nyitó csoroszjákat bele tudjuk juttatni a talajunkba, és a kívánt vetési mélységet elérjük. Összességében ez a vetőgép egy 4 méter munkaszélességű és 1800 literes magtartállyal van szerelve. Egyébként a portfólióban 3 métertől egészen a 6 méteres munkaszélességig elérhető. A 6 méteres munkaszélességnél már egy nagyobb 2300 literes magtartályról beszélünk. A vetőgép felépítése után még mindenféleképpen meg kell említeni azt, hogy a tömege is megvan a vetőgépnek ahhoz, hogy ezeket a nyitó csoroszjákat ugye a tarlóba mostoha körülmények között, tehát egy száraz, kemény, kötött talajnál is bele tudjanak vágni a nyitócsoroszák a talajba, mivel magának a vetőgépnek a saját tömege 5 tonna, és a magtartálynak még a tömege ezzel még egy 1800 kg-mal kiegészíti, tehát közel 7 tonnánk van arra, hogy a 24 sorunkat ugye a megfelelő kívánt vetési mélységbe tudjuk alkalmazni. A vetőgép felépítése után a vetőmag útjáról néhány szót, mint említettem, egy pneumatikus magtovábbítású vetőgépről beszélünk. A vető tartály, tehát a magtartály kellően nagy ahhoz, hogy könnyen lehessen tölteni a vetőgépet. Mint említettem, 1800 literes, a magtartályban helyezkedik el az elosztókúp. A magtartályban, miután beletöltöttük a vetőmagunkat,
egy tolóhengeres adagoló, ami vagy elektromotoros, vagy láncos talajkerekes meghajtású, kap helyet. Tehát a vetőmag útja, magtartály, tolóhengeres adagoló, utána egy légáram. Egy légáram viszi tovább, felfújja az elosztó kúpba a vetőmagot, és az elosztó kúp szétossza sorra, a 24 sorra a vetőmag mennyiséget, majd ugye ezeken a csöveken lefolyik a vető egységekhez. Ugye, amit említettem, a tolóhengeres adagoló lehet elektromos vagy mechanikus meghajtású. Az elektromos meghajtású verzióban, ugye izobuszos munkagépről beszélünk, ebben az esetben a fülkéből vezérelhető mind a kijutatandó vetőmag mennyiség, a hektáronkénti vetőmag mennyiség, továbbá a teljes dokumentációnk, és ugye szakaszvezérlésünk is van, tehát egy intelligens munkagépről beszélünk. A vetőmag útja után pedig térjünk át talán a legfontosabb részre, a vető egységekre. Ugye két sorban helyezkednek el a vető egységek, ami elsőre szembe tűnik, hogy azért elég határozott rugókkal vannak szerelve a vető egységek. Ennek az a feladata, hogy akár 250 kg-os maximális feszítéssel tudja a vetőcsoroszjánkat a talajba juttatni. Ez azért fontos, mert ugye direkt vetőgép, hogyha egy száraz körülmény között egy kötött kemény talajba kell kijuttatni nagy sebességgel ugye a vetőmagunkat, akkor nem okoz problémát, hogy a kívánt vetési mélységet elérjük. Egy tárcsás nyitócsoroszjáról van szó. Ez az egy tárcsa kellően kis szögben van megdöntve ahhoz, hogy minimális talajbolygatás legyen vetés közben. Továbbá azért is fontos az egy tárcsa, mivel így sokkal erősebb, sokkal hatékonyabb vetésmélység tartást, továbbá egy talajba hatolást tudunk ezáltal elérni. Közvetlenül a nyitócsoroszják mellett helyezkednek el a mélységhatároló kerekek, amit ugye első ránézésre látunk, hogy egy sokkal nagyobb mélységhatároló kerék, mint a megszokott vetőgépeken van, ugye mint a szemenkénti vetőgépeken egy ugyanolyan vetésmélységhatároló kerék van rajta. Ez azért is fontos, mert ezáltal ugye nagy sebességnél is, nem a legmegfelelőbb talajviszonyok között is egyenletes a vetésmélység tartása a vetőgépnek, továbbá egy kicsit a nyitócsoroszja mellett meg is zömíti a magároknak a falát, ezáltal egy sokkal szebb talaj keresztmetszetet kapunk ugye a talajba a magároknak, és nem fog beomlani a magárok fala. Ez azért is lényeges, mert a vetés mélység ugye ezáltal is egyenletesebb lesz, és azonos lesz minden egyes talajviszony mellett. A mélységhatároló kerék után ugye egy magnyomó kerék helyezkedik el. Ennek azért van fontos szerepe, mert nedves viszonyok között még annyira nem is, viszont száraz körülmények között véleményem szerint sokkal jobb vetőmag és talaj kapcsolatot tud elérni, és ez azért is fontos, hogy a levegőt ugye a vetőmag és a talaj között minimálisra csökkentsük, tehát teljesen kiszorítsuk ugye a megfelelő csírázás véget. A magnyomó kerék után pedig egy zárókerék kap helyet, ami egy öntvény anyagból van. Ugye itt lehet vagy ilyen sima zárókereket kérni, vagy csipkés verzióban is van, nedvesebb körülmények esetén. Ez egy határozott magárok zárást tesz lehetővé, tehát száraz körülmények között is megfelelően odazömíti a talajt a magárokba. Tehát összességében a vetőgépnek a összegzéséről egy kompakt felépítésű direkt vetőgépről van szó, ami pneumatikus magtovábbítású, nem csak direkt vetésre, hanem hagyományos körülmények között is alkalmazható. Központi magtartálya van, 1800 literes izobuszos vezérléssel is rendelhető a gép, tehát egy intelligens gépről beszélünk. Továbbá nagyon jó a vetőgépnek a mélységtartása, ezáltal egy precíz, pontos, sűrűsoros vetőgépet mutathattunk be. Köszönöm a figyelmet! Üdvözlök mindenkit! A mai nap itt a mögöttünk látható Köckerling Vitu magágykészítő vetőgépről ejtenék néhány szakmai szót. Maga a Vitu vetőgép család, ugye a Köckerling márkának a magágykészítős vetőgép családja, ugye ezen kívül a Köckerling rendelkezik ugye vetőkultivátorokkal, az Ultimával, illetve a Jockeyval. Mit kell tudni a gépről? A gép egy központi vázszerkezetre épül fel, a központi vázszerkezeten találnak helyet az egyes részegységek, mégpedig ugye elől a rövid tárcsából felépülő magágykészítő sor, mögötte a levelbor csimító, mögötte található egy tandem
tömörítő keréksor, illetve leghátul, ami a vetőgépnek a lényeges része, a kéttárcsás nyitócsoroszja. Maga a vetőgép család 4 darab típusból áll, a 3 méteres, a 4 méteres, a 6 méteres, illetve a 6 méteres kombi változatokba. A kombi változatról azt kell tudni, hogy nem csak vetőmag kijuttatására, hanem akár műtrágyák kijuttatására is alkalmazható vetéssel egy menetben. Nézzük is sorba az egyes művelő elemeket a gépen. Ugye megbeszéltük, hogy ez egy magágykészítő vetőgép. A magágykészítés maga a két sorban elhelyezett rövid tárcsasor vagy kompakt tárcsasor végzi a gépen. Ezek 450 mm átmérőjű csipkés tárcsák, amik megfelelő kerületi sebességgel tökéletes magágyat készítenek a vetőcsoroszják számára, akár forgatás nélküli, akár forgatásos alapművelési rendszerben. A tárcsák mögött közvetlenül található a rugós leverbolt simító sor. Ezek a tárcsával együtt működve, tehát egy rudazaton keresztül dolgoznak a géppel, tehát hogyha lejjebb tesszük a tárcsáknak a munkamélységét, a leverbolt simító is aktívabban dolgozik. A leverbolt simító után található a két sorban elhelyezett tömörítő keréksor. A vetőgép különlegessége, hogy a tömörítő keréksor, ugye minden két sorhoz található egy darab tömörítő kerék, ennek hatására ugye mindig egyenletesen tömör magágyba kerül a mag, tehát nincs az a probléma, hogy mondjuk két kerék közé helyeződik be a mag, így mindig egyenletes kelést tudunk biztosítani a növény számára. Hátul található ugye egy külön részegysége maga a vetősín. A vetősínre vannak felhelyezve a kéttárcsás nyitó csoroszják. Ezeknek a munkamélységét ugye fokozatosan klipszekkel lehet állítani. A nyomását a tárcsáknak pedig ugye a fülkéből elektrohidraulikusan lehet 0-tól 150 kg-os nyomással biztosítani, ezzel elérve az egyenletes vetés mélységet, akár kötöttebb, szárazabb talajállapotok esetén is. Ugye, mint mondtam, két tárcsás nyitócsoroszjáról beszélünk, ez biztosítja a magároknak a tökéletes kialakítását. A két tárcsás nyitócsoroszja mögött pedig közvetlenül lehet látni a gumi tömörítő kereket, mellette pedig az úgynevezett pálcás rogrendeződ vagy pálcás szalmafésűt, ami a végső simítást végzi el a gépen, ezzel tökéletes felszínt hagyva maga után a gép. A magadagolásról is beszéljünk néhány szót. A gép központi magtartája rendelkezik, természetesen pneumatikus kijuttatásról beszélünk, ami a gép különlegessége, hogy celláskerék segítségével juttatja ki a kívánt magmennyiséget, viszont ezeket a celláskerekeket nem kell cserélgetni a vetőgépen, csupán aktiválni kell egy kis imbuszkulcsnak a segítségével. A cellás kerekek hajtását hidromotor végzi, tehát nem elektromos hajtású vetőgépről beszélünk, hanem központi hidromotor hajtású cellás kerék hajtásról beszélünk. A magnak a továbbítását pedig a gép elején elhelyezett ventilátor gyakorlatilag nyomó levegővel hátra az elősztó toronyba szépen egyenletesen elosztja a magokat, hogy minden egyes csoroszjához gyakorlatilag azonos magmennyiség kerüljön. A gép opcióba természetesen felszerelhető művelőnyomjelző automatikával, amint láthatjuk ugye, és most már az automata kormányzással szerelt traktoroknál nem szükséges, de ugye opcióba kérhető a hidraulikus nyomjelző, illetve ugye vetés ellenőrző automatikával is felszerelhető a vetőgép. Természetesen a Köckerling Vitu is izobuszos, tehát a traktoron keresztül, az izobusz csatlakozón keresztül kommunikál a traktorban lévő izobusz terminállal, tehát onnan tudunk mindenfajta vezérlést végrehajtani, kalibrációt, dózisbeállításokat, illetve ugye képes a változó dózisú kijuttatása is, ezen kívül ugye főszakasz vezérlése is képes a gép, tehát hogyha táblavégi fordulóba érünk, nem szükséges ugye egyből kiemelnünk a vetőgépet, hanem automatikusan a vetőgép gyakorlatilag le tud szakaszolni. Erőgép-munkagép kapcsolat szempontjából ugye egy félig függesztett gépről beszélünk, teljesítményigénye körülbelül 35 lóerőtől egészen az 50 lóerőig terjedt, nyilván ez munkamélység, illetve domborzat függő.
Kiknek tudom ajánlani ezt a gépet? Ugye minden nagyobb vállalkozás számára, akik gyakorlatilag 500 hektár fölötti gazdasági mérettel rendelkeznek, ugye a géppel akár napi 80 hektáros terület teljesítmény is gyakorlatilag elérhető, ez mind köszönhető a gép 6 méteres munkaszélességének, mind a nagyméretű magtartájának. Én ezzel szeretném mindenkinek a figyelmét megköszönni. Üdvözlök mindenkit, itt állunk egy 7R-es traktor mellett, ahogy Viktor bemutatta, ezt fogom bemutatni a következő percekben. Ugye a 7R-es traktorról tudni kell, hogy az Egyesült Államok beli gyárban készül Waterloo-ban. Ugye a 7R-es sorozat a 2020-as évtől egy jelentős ráncfelváváson esett át. Ugye egy BMW, korábban a BMW-nél dolgozó designer tervezte az új külső és belső kialakítást. Ugye ezek a traktorok 6 modell érhető el ebben a családban, egy 250, egy 270, egy 290, egy 310, egy 330 és egy 350 lóerős modell. A traktor erőforrása egy John Deere saját fejlesztésű 6-hengeres motor, a két kisebb modellnél, a 250-270 lóerős modellnél 6,8 literes, míg a 290-től felfele 9 literes motorral vannak szerelve ezek a traktorok. Ugye a nagy motoroknál, mint ebben a gépben és a 290-esben egy változó geometriás turbó van benne, ami már a kis fordulatszámon is nagy teljesítményt képes leadni. Ugye van bennük IPM, az intelligens teljesítményfokozó rendszer, amely plusz többlet teljesítményt tud adni, akár téleltére, vagy szállítási feladatokra. Kétféle váltó opció érhető el ezeknél a traktoroknál. Ugye a mechanikus elven működő és a PowerShift váltónak az utódja az E23 az egyik lehetőségünk, amit választhatunk, ami ebben a gépben is van, illetve a John Deere saját fejlesztésű fokozatmentes autopower IVT váltója elérhető ebben a kategóriában. Ugye 40-es vagy 50-es km per órás végsebességre alkalmas verziót kérhetünk a gépbe. A fokozatmentes váltónál elérhető a Command Pro menesztőkar, amely jelentős könnyedséget ad a gépkezelőnek, nagyon könnyen, nagyon praktikusan üzemeltethető így a gép. Ugye maga a gép egy 11 és 12 tonna közötti alaptömeggel rendelkezik, ezt alapvetőleg 16 tonnáig lehet súlyozni, de az új gépeknél már elérhető egy olyan opció, ahol 18 tonnáig is fel lehet, tehát erősített lesz a gép, és addig is fel lehet súlyozni. Ahogy látjuk, ugye a súlyozáshoz szükséges az, hogy minden pótsúly, vagy esetleg ikerkerék fel legyen szerelve, ugye alkalmas tengelycsonkos ikerezésre ez a gép, látható ez is, kialakítottuk rajta. Maga a hidrolika rendszer az egy kétféle hidrolika szivattyú kérhető, egy 160 literes vagy egy 227 liter per perces átfolyással rendelkező hidrolika szivattyú, amelyet 4, 5 vagy 6 pár elektromos vezérlésű hátsó kihelyezett csatlakozón keresztül tudjuk a folyadékot továbbítani a munkaeszközök felé. Ugye van azon a gépen szabad visszaugó folyóágak, Power Beyond, tehát bármilyen hidrolika teljesítményű géphez hidrolika csatlakozást ki tudunk elégíteni a géppel. Ugye ami még jelentős változás történt, az a fülke, és ott nézzük is meg, ugye alulra került maga a nyitókar, ezáltal könnyebben a földről is el tudjuk érni. Ha benézzünk a fülkébe, akkor láthatjuk, hogy nagy változást ért el, maga a kormány oszlop változott, keskenyebb lett, jobb a kiláthatóság a gépből, ugye változott a irányváltó, az index karok, ugye a BMW-ből ismert hasonló karok vannak, ugye megváltozott az ülésünk, akár egy bőrülést is választhatunk, ahol masszázs funkció elérhető a géppel, meg rendkívül kényelmes, nagyobb kitérési szögben tud mozogni, illetve lábtartók kerültek a gépbe, kényelmesebb legyen a vezetőnek, ha egyenletes munkát végezés közben figyeli a munkaeszközt. Kicsit változott a kommandarm is, könnyebben kézre állnak a dolgok. Került egy új érintőképernyős rádió, ami Apple CarPlay kompatibilis, illetve került egy új italhűtő a gépbe. Ugye alaptartozék volt az eddig gépeknél és az automata kormányzás, na ez ezekben is benne van. Viszont annyi változás van, hogy maga a SF6000-es műholdvevő készülék, meg az RTK antenna, az integrálva lett a tetőbe. Tehát még pontosabb, még jobb munkabírást és munkapontosságot tud adni a gépeinknek, viszont ha valaki azt szeretné, hogy az univerzális antennáját használja, azt is alkalma van a traktor elejére feltenni, arra is alkalmas, kompatibilis ezek a gépek.
Ugye ezekben a gépekben is alapfelszereltség a GD-Link távfelügyeleti rendszer, amin keresztül a saját gépadatainkat, gazdaságunk adatait tudjuk elemezni, monitorozni, és ezek alapján tudunk kialakítani egy farm management rendszert, ami ugye a precíziós gazdálkodásunk alapja lehet. Köszönöm a figyelmet! A KITE technológiai ajánlatának sokszínűségét jól mutatják a különböző repce technológiák. A repce alapvetően egy sűrűsoros növény, ugyanakkor az elmúlt évek bebizonyították, hogy nagy sortávon is, 75 centin vagy 30 incsen nagyon hatékonyan és eredményesen lehet termeszteni ezt a növényt is. Itt a vetés alapvetően meghatározza ennek a technológiának az eredményességét, az ehhez kapcsolódó szakmai ismereteket és az eszközt Solynocki István mutatja meg nekünk. Kedves nézőink, mint ahogy előbb már hallhatták, egy nagyon különleges technológia elemről, 76 cm sortávra történő repcevetési technológiáról fogok önöknek beszélni. Miért érdekes ez? A változó klímánk nagyon szélsőséges száraz irányban befolyásolja az augusztus vége, szeptember elejé időszakot. Ebben az időszakban nagyon kevés a nedvesség a talajban. Egy ilyen körülmények között a repce termesztés technológiájának egy nagy kívása a repce vetése és az elvetett állomány kikeresztése. Pedig az egy nagyon-nagyon fontos dolog a repce esetében, ha megfelelő tőszámot tudunk biztosítani a repce termesztés során, akkor az egy nagyon jó alapja lesz a későbbi sikerünknek. 76-os technológia, itt mellettem egy szemenkénti vetőgépet láthatnak, mely tavasszal kukoricát vagy napraforgót vagy szóját vet. Ezt a gépet egy kis átalakítással alkalmassá tudjuk tenni repcevetésre és ősszel. Hogy működik ez? Maga a vetőgépen helyet kap egy magágykészítő egység. Ebben két egység szerepel, a sávtisztító és a hullámos csoroszja része. Itt a vetés egymenetben létre tudunk hozni egy olyan szerkezetű talajt, ami jókelés biztosít. Hiszen a sávtisztító résszel letisztítjuk a vetőcsoroszja elől a száraz talajt, a szálmaradványokat. Ezáltal egy nyírkosabb talajszerkezetbe tudunk majd vetni. A hullámos csoroszja rész a talaj szerkezetét, a fejlődő növény számára egy jól átjárható, a gyökér számára jól átjárható talajszerkezet alakít ki. A vetőgépen fontos rész a csoroszja mellett elhelyezkedő, a vetőcsoroszja mellett elhelyezkedő mélységhatár, a tömörítő kerékpár. Ez szavatolja azt, hogy 3,5-4 cm-es vetésmélységet egyáltalán az egész táblán belül tudjuk tartani. Ez egy nagyon fontos, hiszen 1,5-2 mm-es vetőmagot vetünk a talajba, itt a kismértékű vetésmélység változás is jelentős problémát okozhat. Fontos egysége a gépnek a vetőszerkezet. Ez kifejezetten a repcire átalakított, olyan elemekkel felszert vetőszerkezet, mely szavatolja a pontos szemenkénti vetést. Ebben az esetben egy kifejezetten repce vetőtárcsa, és különböző olyan a magtovábbításért, illetve az egyetes egyenkénti vetését felelős elemeket találunk, építünk be a vetőszerkezetbe, meg segítik azt, hogy a technológiát meg tudjuk valósítani. 200-tól 300 ezer szem per hektár vetőmagot vetünk el. Ez a vetőszerkezet biztosítja azt, hogy szemenként, egyenként minden vetőmagot be tudunk helyezni megfelelően a vetőmagállókba. A vetőgépen a vetés fontos része a lezáró egység, hiszen a vetőmagállók belehelyezett vetőmagokat a két vélakban elhelyezett tömörítőkerék jól a talajhoz tudja nyomni, a talajt oda tudja nyomni, a nedves talajt a vetőmaghoz, jó a talaj és vetőmag kapcsolat, ez is nagyban segíti azt, hogy egy homogén, egységes, robbanásszerűen kellő állományt kapjunk. A vetőgép felszerelhető sávgyomító adapterrel. Ebben az esetben minden vetett sort, a vetett sornak a csak 25-30 cm széles sávját tudunk gyomítószerrel kezelni. Itt két előnyt kapunk, egyrészt egy növényvédőszer költségcsökkenést, hiszen csak a 40-50%-a szert fogjuk felhasználni vetés során, másik oldalról
az első pillanattól kezdve a gyomkonkurenciától mentesítettük az állományunkat. A vetés technológia, ha így csináljuk, akkor jó alapot biztosít a későbbi növénytermesztési technológiánk során. Hiszen itt egy jó nagyságrendileg 90-80-90%-os kelést fogunk produkálni. Ebben az esetben, ha a repcédnek ezt már biztosítottuk, akkor későbbiekben már sokkal kisebb esélye, hogy a technológiánkban olyan jellegű hiba legyen, ami jelentős technológikát, jelentős termésveszteséget okoz. Ezzel nagyban tudjuk stabilizálni a termesztés technológiánkat, és nagyban tudunk tenni azért, hogy a repcetermesztésünk sikeres legyen, és jó évet zárjunk. Videósorozatunknak talán az egyik legkedveltebb rovata a precíziós gazdálkodás támogató, különböző alkalmazásokat bemutató részünk. Ma is, mint korábban máskor is, Mészáros Gábor lesz a beszélgető partnerem. Üdvözlök én is mindenkit. A korábbi részekben elég részletesen bemutattuk a különböző távfelügyeleti rendszereket, a különböző eszközöknek a nyomkövetési lehetőségét. Ugyanakkor ez a szolgáltatáscsomag még nagyon sok más egyéb alkalmazásból áll. Itt az őszi munkákat megelőzően melyek azok a lehetőségek, amelyekkel támogatni tudjuk a precíziós gazdálkodást? Hát igen, ugye a mai témánk, hogy a repce köré ugye körvonalazódik, és hogyha a repcéről beszélünk, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ki tudjuk keleszteni. A másik nagyon fontos, hogy a tápanyag igényét ki tudjuk szolgálni, hiszen a repcének nagyon nagy a tápanyag igénye. Hogy a számokat mondjak, egy 4 tonnás repcének körülbelül 240 kg nitrogénre, 100 kg foszfor, 200 kg fölötti káliumra, 60-70 kg kénre, 200 kg kálciumra van szüksége, és még nem beszéltem az egyéb mezo- és mikroelemekre. Természetesen ugye ezt csak egy részét kell műtrágyával kielégíteni, hisz a talaj, ahol itt vagyunk, ugye nagyon sok tápanyagot tud szolgáltatni. De ahhoz, hogy ezt föl tudjuk térképezni, ugye a digitalizációt hívjuk segítségre, hogy a talaj mint a vételezést kell használnunk, meg kell nézni, hogy a talajnak milyenek a fizikai és a kémiai tulajdonságai, milyenek a tápanyag szolgáltató képességei. Hogyan is indul a folyamat? Gyakorlatilag erről a területről, ahol most vagyunk, egy digitális kerítéssel egy úgynevezett tábla kontúrt veszünk föl, ide gyűjtjük az adatokat. Milyen volt az elmúlt években a növényi produktum, milyen volt a domborzat. Ha belenézel ugye ebbe a táblába, azt hiszük, hogy sík. De a mikrodomborzatok ugye benne vannak, amelyek meghatározzák ugye a termésnek a nagyságát. Ebből ugye a szaktanácsadók készítenek egy termőképesség térképet, egy kitérképet. Ezt elkészítik, berakják az adatbázisunkba, és abban a pillanatban ugye megjelenik a talajmintavevő ugye autónak az alkalmazásában, ugye a talajmintavevő alkalmazásban a zóna térkép, ugye a termőképesség térkép, ugye ezt neki meg kell mintázni. Az egyik legkritikusabb pont, ugye a talaj mint a vételezésnek a helyes elvégzése. Nagyon sok hibát lehet véteni. Ugye mi ezt próbáljuk kiküszöbölni úgy, hogy alapvetően ugye minden logolunk, minden dokumentálva van. Megérkezett ugye a kollégának az előírás térkép, a zóna térkép, gyakorlatilag látjuk, fönt van az RTK antenna, gyakorlatilag 2 cm-es pontosággal fogja a rendszer, ugye, nézni, illetve logolni azt, hogy hol történt a bejárás, és hol vette a mintát. Van egy nagyon jó tulajdonsága, hogy ez egy saját fejlesztésű szoftver, hogyha másik zónába akar átmenni, egyszerűen nem engedi ugye, a talajmintát ugye, venni a rendszer, és így ugye, biztosítjuk azt, hogy pontosan legyen megvéve, és közben engedjük el szerintem ugye, a kollégát Lalit, légy szíves, ugye, indulj el a mintázásra, mert ma még nagyon sok ugye, mintázást kell neki elvégezni, de ugye semmi gond, mert majd a Pressoil alkalmazásban nyomon tudjuk követni, hogy mi történik. Ugye beindult a gép, és ugye mindjárt elindul ugye a mintázás. Elindult a talajmintavételezés, megtörténik ugye magának a talajmintának a
megszerzése, mi a következő lépés? Hát igen, ugye nagyon fontos dolog, hogy ez egy rendszer folyamat, ugye bekerült az adatbázisba ugye az adat, amikor megszedte a mintát, egy vonalkódot ugye készít, ugye rányomja a mintavételi zacskóra, a vonalkódon szerepel minden információ, amire szüksége van a labornak, elkerül a laborba a minta, a laborba megvizsgálják, és ugye nagyon fontos a gyorsaság, hisz ugye kalászosról beszélünk, ugye repcét egy hónap múlva ugye vetjük ezen a területen, minél hamarabb ugye visszaérkezzen a labor eredmény. Megkapjuk a labor eredményt, az megy be az adatbázisba a többi adathoz, és ugye elkezdődik a tápanyag tervezés. Ugye ezt egy saját fejlesztésű tápanyag tervező szoftverrel, a Kitáppal ugye végezzük el. Ugye azért is döntöttünk egy saját fejlesztésű ugye szoftverre, mert ugye rendszerben gondolkozunk, gyakorlatilag az adatokat tudja kezelni. Minden adatot 10x10 méteres ugye pixelben ugye, vagy rasterben ugye gyűjtünk. Ha bemennek az adatok, nem kell újra ugye föltölteni a rendszerben, hanem minden rendelkezésre arra, hogy gyorsan, hatékonyan tudjunk ugye tápanyagot tervezni, és nem utolsó sorban, hogy az elmúlt 50 évnek a kísérleti eredményei alapján ugye végeztük ezt a szoftverfejlesztést, illetve ugye fölkészítettük a rendszert arra, hogy öntanuló legyen, gyakorlatilag ahogy a gazdaságokból, a táblákból jönnek be az információk, a hozameredmények, ugye folyamatosan tudjuk kalibrálni a tápanyagtervező szoftverünket. Ugye a szoftver alkalmas arra is, hogy ne csak egy táblát ugye lassan ugye végezzünk el, hanem vagy a szaktanácsadók, vagy a termelők, ha most 20 vagy 30 táblán van, amit repcélre akarok tervezni, ugye kijelöli egyesével, és egyszerre ugye számolja a 30 táblát, és ugye gondoljunk vele, hogy 10x10-es ugye adatmennyiség van, hogy több 10 000 ugye adatot kell neki ugye gyorsan ugye pörgetni, és nagyon viszonylag ugye gyorsan elkészülnek a tápanyag tervek. Digitálisan elkészültek a tervek, hogy lesz ebből kivitelezés? Hát ugye a kivitelezés úgy lesz, megmutatjuk a termelőnek, eldöntjük azt, hogy igen, milyen műtrágya mennyiségek mennek ki, és egy új alkalmazást nyitunk meg, ugye ez a legújabb, ezzel hamarosan ugye fognak találkozni a termelők, gyakorlatilag egy kijutatás tervező ugye platformot hoztunk létre, behívjuk az elkészített tápanyag tervet, és gyakorlatilag dönthetünk úgy, hogy igen, ezt elfogadjuk, egy RX ugye fájt generálunk bele, amit ugye fölküldünk a felhőbe, és mindjárt ott van a John Deere traktorunkba, és mehet a kijutatás. Ugye természetesen módosíthatunk is ugye rajta, lehetőségünk van a kijutatás tervezőben. Ugye arra is föl van készítve a rendszer, hogyha végignézem a tápanyag utánpótlás folyamatát, ugye most megtörténik az alaptrágyázás. Ugye a fejtrágyázás körülbelül egy fél év múlva történik, fejlődik a növény, ugye nagyon sok anomália bekövetkezhet. Elkészítettem a tervet, de tavasszal, amikor fejtrágyázásra kerül a sor, ugye segítségül hívom az akkori ugye felvételeket, műhold felvételeket, ugye nézem a területnek, hogyan alakulnak a növényi ugye fejlődések, és például abban a kis hajlatban megállt a víz. Igaz, hogy ott terveztem 4 tonna repcére, de valami miatt ott megállt, gyakorlatilag lehetőségem van a kijutatás tervezőben, hogy újra tervezzek. Ugye több réteget tudok létrehozni, aláteszem az eredeti tervet, az aktuális felvételt, gyakorlatilag összenézem, és gyakorlatilag a rendszerrel át tudom számoltatni, hogy mi az optimális a növénynek abban a fejlettségi fázisban, és csak annyi műtrágyát teszek ki, ami az adott fenológiához szükséges, és ugye ezáltal is ugye tudom optimalizálni a tápanyag utánpótlásomat. Gyakorlatilag tekinthetjük ezt egy gördülő tervezésnek, ami az elején meghatározza a szükséges tápanyagmennyiséget, majd utána a fenológiai fázisnak, a körülményeknek megfelelően folyamatosan, rugalmasan tudunk reagálni a megváltozó körülményekre, illetve arra, hogy mi a legoptimálisabb a növényfejlődés szempontjából. Ez így, ahogy mondod, ez rendszer, nem hiába hívjuk PGR-nek, precíziós gazdálkodási rendszernek, mi a folyamatokat ugye nézünk, és ugye nagyon sok ugye alkalmazás van, amivel, amit te is említettél, folyamatában tudom nyomon követni, megvannak a historikus adatok, megvannak a pillanatnyi felvételek, és ugye ezáltal tudom optimalizálni, és hát a végső soron ugye fenntarthatóvá ugye tenni az egész ugye termesztésemet, mert ugye ez nagyon fontos, hogy jövedelmet, és ezt mindezt ugye fenntartható módon ugye tudjam megvalósítani. Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést! A most bemutatott alkalmazásról a kite.zrt.pgr.hu weboldalán további információk is találhatóak, illetve területileg illetékes szaktanácsadó kollégáink állnak az önök rendelkezésére az alkalmazás használatával kapcsolatban. Kedves nézőink! Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket! Adásunk visszanézhető a kite.hu weboldalon, a Kite Zrt. Facebook és YouTube csatornáján,
akár teljes egészében, és akár témákra is bontva. Várjuk Önöket következő adásunkban, ahol egy igazi világújdonságot fogunk bemutatni Önöknek. Viszontlátásra!